Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi jóslás október 3-áig. Itt Vénusz bolygó áll most a középpontban, és ez szimbolizál bennünk hölgyeket. Most a hétvégén Vénusz bolygó eléri a pályáján azt a pontot, ami a legmesszebbre van a naptól tekintve. És az azt jelenti, hogy lelassulnak az események. Minden olyan átláthatatlannak tűnik, hiszen a nap nagyon messze van most Vénusz bolygótól. Természetesen ez kihat ránk, különösen ránk, hölgyekre. Az azt jelenti, hogy legyünk kicsit türelmesek, ne siessük el a dolgokat. És hétfőtől kezdve gyorsulnak az események, és kitisztul valami. Az életünkben van múlt, jelen és jövő. Itt ennél a jóslásnál megtekintjük először a múltat. Mit kellene megtartani, vagy mit kellene lezárni? Erre utalnak most itt a kártyák. Ez a kép azt jelenti, hogy lesz nálad egy új kezdet. De ami a múltat illeti, nagyon nehéz volt, és jelenleg olyan fáradt, kimerült vagy. Kell az életerő, a könnyűség, hogy fel tudj állni. Persze itt voltak kihívások, erre utal ez a torony, és néha voltak olyan gondolatok nálad, hogy minden úgy összeomlik. Itt látható az ördög. Ez lehet egy külső befolyás is, hogy valaki irigy rád, vagy hazudozik, és pontosan emiatt voltak ezek a nehézségek, de ez az ördög jelentheti a hamis gondolatokat, vagy a félelmeket, egy rossz utat. Itt kell egy változás. És mi lesz a közeljövőben? Erre utal itt a kártya. Itt szerelmi dolgokról van szó, lesz egy közeledés. Ez a férfi olyan kényelmes, élvezi az életet, élvezi ezt a párkapcsolatot, amit te nyújtani tudsz számára, azt jelenti ez az arany korsó, ez a víz elemét, és az utal érzelmekre. Mutasd ki az érzelmeidet, hiszen ez jót tesz neki, oda is figyel rá. Itt a háttérben a csillagok szerencsét hoznak, és látható, hogy ebben a csillagképen minden olyan rendben van. És mi várható még ezen kívül? Ez a gyűrű azt jelenti, hogy megvan köztetek ez a kapcsolat. A csillagkép ugyanúgy, mint itt, szerencsét hoz, és a madarak utalnak a könnyűségre, és szimbolizálják a kommunikációt. Amit ez a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér az életedbe, ez szerencsét hoz, és itt lesz egy jó hír. Amit ez a gyűrű még jelenthet, egy szerződés. És ahogy itt a kártyák mutatják, ez előnyös, ez is szerencsét hoz. A csillagkép az lehet egy spirituális terület is, vagy jelentheti az időt. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és most eljön az ideje annak, hogy legyen egy új kezdet, egy közeledés, és végre beköszöntsön a szerencse hozzád.
Itt látható egy király, tehát ez a férfi, és a kezében van ez a kard, átteszi magát a félelmeken, lezár valamit, fontos döntéseket fog hozni, és számára fontos ez a testi közeledés, de fontos a beszélgetés is. És hogy hat ez kirád az érzelmeidre? Ezt jelentik itt alul ezek a kártyák. A háttérben kicsit hangos, mert egy traktor itt dolgozik most itt a ház körül. De visszatérve most erre a jóslásra. Ez az özvegy férfi utalhat egy idősebb férfira. De van szimbolikus jelentése is. A lelki társad a múltban, vagy még a jelenben is olyan magányosnak érzi magát. De lesz itt egy látogatás, és beköszönt a szív a házhoz. Tehát itt egy szerelmi kapcsolatról lesz szó, ez a magány, ez a szomorúság elmúlik. Amit ez a középső kártya még jelenthet, egy látogatás, vagy egy jó barátnő, ismerős, vagy valaki a rokonságból, és ez nagyon szívélyes. Minden esetre azt jelenti, itt lesznek változások a környezetedben, a szomorúság elmúlik, lesznek fontos döntések, és ez a párkapcsolat, a szerelem, és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója áll most a középpontban. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Denderá!